Sziasztok, kriptomanus vagyok, és nézzük, mi hangzott el a Pulse webináriumán. Jó estét kívánunk, szeretettel köszöntünk mindenkit, június 13 Csütörtök 2024, 8-as évben vagyunk, szeretnénk már kicsit többet látni ebből a 8-as évből piaci szempontból is, majd csak eljön és beköszönt nekünk. A szokásos felállásban köszöntünk titeket. Juhász Péter barátom kísérte el ma is, aki a cégünk tréder-specialistája, én pedig Pap Tamás vagyok, a cég operatív igazgatója. Nagyon sok mindennel készültünk ma is nektek, de mielőtt belekezdenénk, fontos hangsúlyozni, hogy ö, jelen videóban elhangzottak, nem minősülnek befektetési ö, tanácsnak és ami itt elhangzik, az tekinthető a cég részéről hivatalos, official információnak. Bármilyen kérdésetek van, azt feltehetitek a chat-szobában, a beszélgetés végén, beszámolónk végén. Fogunk vele foglalkozni, illetve ha bármi kimaradna, akkor a supportgucs.com e-mailre írjatok nekünk, illetve használjátok a Telegram hírcsatornánkat, csatlakozzatok, mert mindent prompt ott tudunk kikommunikálni nektek, az a leggyorsabb csatorna, ahol tudunk ö, kommunikálni felétek. Mivel készültünk ma, miután elmondom a számokat, fogunk mesélni arról, hogy mi történt velünk az elmúlt egy hónapban, jó sok minden. Szakmai se érkezik ö, Peti. Majd azt követően ö, tartunk egy NFT kisokos, mert nagyon sok oldalról jött kérdés, hogy kikapcsolod egy célműszak? Nagyon sok oldalról jött kérdés, hogy nem teljesen tiszta még az NFT-ket, hogyan kell számolni, hogy mutatja az applikáció, ez egy rövid etap lesz. Majd utána jövünk azzal a részel, hogy mi várható a közeljövőben, izgalmas dolgokat fogunk bejelenteni, és összeszedtük, csokorba szedtük azokat a kérdéseket, ami a leginkább foglalkoztatott titeket, azzal fogjuk felvezetni majd a kérdezfeleleg szekciót. No, hogyan állunk most? 12.260 felhasználónk van, Ez délelőtt néztem meg, azóta még biztos több egy kicsivel. 30.617 eladott NFT-nk van, és kipörgött NFT-nk, closed üzemmódba került NFT-nk 2055. Mi történt velünk az elmúlt hónapban? Jó sok minden, de menjünk sorrendben. Először is a szempülesebek már észlelhették, amit meg is mutatok nektek, kiment egy ö, újítás, egy új fejlesztés az applikációban. Ez, amit mutatok nektek, ez egy úgynevezett showroom, ez a fejlesztőknek a, az élesítés előtti, a production előtti előszobája, tehát itt fals adatok szerepelnek, de itt tudom nektek megmutatni, hogy amit majd a webinárium után is láttok a saját applikációtokban, teljes ö, historikus átnézés lesz most már a tranzakcióknak, erről beszéltünk az, az elmúlt... Ö, webináriumon is, vagy ez már most érkezik. Kicsit arrébb pakolom a kamera képenket, hogy tudjam lapozni. Amint látjátok, lesz itt lehetőség átnézni külön a, a, rendelkezésre álló balanszunkat. Külön kategorizálva lesz feltüntetve a bónuszok érkezése a cégtől. A jól ismert módon alul a See All gombbal meg tudjátok nézni, hogy visszamenőleg hónapokra, mióta benne vagytok a rendszerben, napra pontosan milyen bontásban és milyen ö, bónusz érkezett nektek. Aztán van vidróhoz fülünk is, ez a pénzkivételről szól. Minden esetben egyébként a last transactions-ben tudtok majd a későbbiekben szűrni is. Itt még nem látszik ezen a, a felületen, de azt az információt kaptam, mindjárt megnézem a sajátomban, hogy lesz lehetőség sikeres és nem sikertelen tranzakciók között szűrni. De ha tovább mentek, van még egy fül a purchases, amikor vásároltok vagy 3X-es vagy DEX NFT-t, közben lesek a saját applikációmban. És a legutolsó fül pedig a transfers, hogy mi az, amit elküldtetek, és mi az, amit fogadtatok tranzakció. Igen, a szűrés gombot még ezen nem látom, Reményeink szerint a, tehát az a tervünk, hogy a boleten belül majd tudtok szűrni e, sikeres és sikertelen tranzakciók között is. Ha jól emlékszem, itt van rá példa. példa itt van például, át, ezek a számok át vannak húzva, ezek sikertelen tranzakciók, ez van jelölve pirossal. Minden sikeres tranzakció zöldel van jelölve, úgy vannak megkülönböztetve a különböző e, tulajdonképpen, mik ezek utalások vagy műveletek hogy a dollárjel jelöli a bónuszokat, a pénztárca jelöli a kiutalásokat, és ez a kis bevásárlókocsi pedig a vásárlásokat. És sikeres tranzakció attól sikeres, ugye, hogy át De hogy van egyenleg a számlán, tehát hogyha nincsen egyenleg, akkor nyilván pirosat fog majd mutatni, hogy nem sikerül. Valamilyen oknál fogva sikertelen tranzakciót úgy fog mutatni, hogy áthúzza az összeget, és piros lesz ez az ikon, van egy harmadik ö, állapota még ezeknek az ikonoknak, az pedig a szürke, hogyha pendingben van éppen, mert folyamatban van az adott művelet. De ez az újdonság, ez most friss, ropogós, szerintem egy fél órája mehetett ki a produktba a sorumból, és ha már itt vagyunk a sorumban. engedjetek meg, hogy egy kicsit előre vegyem a dolgokat, mint az előttileg sorrendeztük magunknak. Nagyon sok mindenki jött hozzánk, hogy picit tegyük már ember még, egyszer azt, hogy hogy van az NFT-kel való számolás. Ugyanis a Summary oldalon, a fő oldalon az applikációban a Total NFT Value azt határozza meg, amiben benne van a Closed NFT és Tehát a húzós történetet során összes NFT értéket itt találod a Total NFT Value-ban. Ez az információs gomb is erről ad neked plusz információt. Ha bementek a My nfts be ott pedig az aktív NFT value, ahogy a neve is mondja, ez az éppen futó és aktív NFT-ket mutatja, de ebben már nincsenek benne a closed NFT-k, a kiháromszorozódott NFT-k. Itt külön bontásban látjátok, ez beletették a fejlesztőink, hogy külön mutatja, hogy ebből mennyi a bónusz NFT, ami az úgynevezett nullás súlyozású. És ide még szeretnénk kiemelni, hogy picit beszéljünk részletesen és ismétlésképpen az Auto Renew gombról, amit itt láttok lent. Ez automatikusan alapból be van kapcsolva. Az Auto Renew az azt teszi, hogy amikor kiháromszorozott az adott értékű NFT, akkor a rendszer megnézi, hogy a balanszotokban van-e megfelelő mennyiségű USDT, ami 50 dolláros NFT esetén azt jelenti, hogy kipörgött 150 USDT-re, és megnézi, hogy tud-e tud -e önmagát visszavásárolni, tehát hogy van-e 55 USD, USDT a, a balanszotokban. Ha ez megvalósulhat, akkor ő visszavásárolja önmagát. De itt ugye nem az történik, hogy az addig összegyűlt 150 dollárból vásárol be NFT-ket, hanem önmaga névértékét visszavásárolja. Ez az autó renew. Ezt bármikor ki tudjátok kapcsolni ezt a funkciót, illetve menet közben nagyon sokan csináljátok, én is ilyen típusú felhasználó vagyok, hogy ami összegyűlik a baláncban NFT érték, én manuálisan újravásárolhatom, nem várom meg, mi ki háromszorozódik. Tehát az 50 dolláros nyuszim, amikor elkezd töltődni, és összehoz nekem 55 dollárt, akkor én újravásárolok egy 50 dolláros NFT-t. Van egy harmadik lehetőségetek is, ugye, vagy kivárjátok a háromszorozódás és autórinyúval hagyjátok, hogy a rendszer újra vásárolja önmagát, vagy menet közben már az összegyűlt, balanszba összegyűlt NFT értékkel manuálisan vásároltok, vagy pedig exitelitek a pénzt, és a, kiutaljátok magamnak, magatoknak a, a USDT-t. Jó, ez a három lehetőség van. Az autórinyú opcionális, alapból be van kapcsolva, de egy csúszkával ki tudjátok kapcsolni, ha az NFT-re rákattintotok, akkor azon belül lesz egy csúszkagomb, és azt ki tudjátok kapcsolni az autó Oké, okay. ennyit az NFT kisokosról. Ezt Ez az úgynevezett Wallet Redesign, ez most frissült, ez most érkezett hozzátok. Amivel még adósak vagyunk, amit már régóta fejlesztenek. Ez a Wallet Connect, ez június végére kapott végső határidőt tehát a hónap végére a Wallet Connection funkciónak sikerülnie kell, és bent lesz az applikációban. Amit még javaslunk, hogy használjátok, az a Useful Materials, ami folyamatosan bővül, most is kerültek fel olyan animációk, olyan hasznos dokumentációk, prezentációk, ami a munkátokat segíti. Az a célunk, hogy mint egy kis segédlet, mint egy kis plusz munkaerő, ki tudjátok küldeni ezeket az animációkat, és tulajdonképpen a prezentáció részét elvégezze helyettetek. Ti már akkor tudjátok akár becsatlakozni, amikor csak kérdésekkel jönnek vissza az adott leendő felhasználók. Esetleg van, aki nem tudja, mi ez a Wallet Connect, már szóval mondod, hogy ez mire jó. Igen, a Wallet connect, jelent. a Wallet connect lehetőségünk nyílik nem csak a Binance-ről NFT-t vásárolni, hanem több mint 200 valetnál uh, nyílik lehetőség az ott elhelyezett uh, pénzből NFT-ket vásárolni nálunk. Legyen Tehát ez... a Bybit, Nexo, Byrex, Metamask. Maszk. Igen. Tehát Tehát Ezekből mind lehet beutalni majd a pózba. Uh -huh. És, És nem kell kiutalni a Binance számlát nyugni, ugye? Igen. a... ugye? Igen. Leegyszerűsíti ezeket. A Tapasztalataink alapján egyébként ezeknek a felületeknek könnyebb az adminisztrációja, kevésbé bonyodalmas mondjuk feljutatni, USDT-t, és tervezünk rátenni egyébként olyan szolgáltatást, ahol a váltást is megcsinálják majd nektek. Ahogy odaérünk, mindenről egyébként részletes anyagokat fogunk készíteni nektek. Mi történt még a múlt hónapban velünk? Nem is tudom, május közepén találkoztunk legutoljára. Akkor mondtuk, hogy elkészült az új bot, egy új stratégiával, új beállításokkal fogunk érkezni. Nos, ez elindult, azért vagyunk egy kicsit talán gyűrötebbek, mert is nagyon sokat dolgoztunk vele. Amint láttátok, az átállás, mint úgy általában azért kihívásokkal teli volt, de zseniális kereskedőink és fejlesztőink megoldottak mindent, nagyon rövid időn belül. Az eredmények magukért beszélnek, most tulajdonképpen 13-a van, az ami azt jelenti, hogy 12 nap lezárt napunk van most júniusban, április és május fölött vagyunk már most, ez körülbelül mondhatni arányaiban a hónap harmada, és ha jól emlékszem, 3,5% bruttónál járunk most, úgy, hogy közben, amint látjátok, a piac az legalább olyan, mint az elmúlt két hónapban, hanem rosszabb egymás között szoktunk ezen egy kicsit vitatkozni. Szerintünk még egy kicsit rosszabb is a piac, mint az elmúlt két hónapban, és ehhez képest tudtunk ennyivel jobb eredményt elérni. Ez volt a célunk, ez volt a váltásnak a célja, hogy, hogy tudjunk a tőlünk megszokott számokhoz visszatérni. Na, de beszéltem itt nektek a piacról, meg a piac szeszélyéről, meg hogy milyen piacot élünk most. Tudjátok, mi következik? A Juhász Peti szekció, amikor is egy kis piaci kitekintéssel főszerezve szakmai oldalról is beszámol nektek, hogy mi zajlik körülöttünk a cégem belül és a nagyvilágban. Uh -huh. Elég nagy téma, elég nagy falat, úgyhogy megpróbálom összesűríteni. Abból indulnék ki, ráfűznék arra, amit mondtál, hogy a piac most talán rosszabb. Szerintem a piac az nem rossz és nem jó, attól függ, hogy mit csinálunk igazából. Az a kérdés, hogy mi mit csinálunk, mert a piac, amikor másnak rossz, az valakinek jó. Úgyhogy Igen. E, e, nekünk az elmúlt három hónap, ugye az az... De nem csak nekünk az egész piacnak, az egy oldalazásról szólt, és szeretnék egy ábrát megmutatni nektek. Tehát Ezen az ábrán itt erről az okay. erről a ciklusról cik, A peti. Igen, ciklusról beszélünk, ez tavaly márciustól mondjuk októberig tartott, ha jól látom, október közepéig, ez körülbelül egy ilyen 220-napos időszak, és egy 20%-os, nem is 20-25%-os range-ben mozgott az árfolyam. Tehát képes volt a piac, több mint fél éven keresztül csak oldalazni. Úgy, hogy fölment egy 10%-ot, lement egy 10%-ot, fölment 20%-ot, lement 20%-ot. Tehát egyszerűen elég idő, idegörlő volt, és azt látjuk, hogy körülbelül most is, hiába történt meg a halvénk, egy ilyen oldalazós ciklusban vagyunk, és rá is írtam az ábrára, hogy ez gyakorlatilag, ezt itt jobb fönt látjátok, 109 napnál tartunk. Ha most ez a ciklus meg akar ismétlődni, hogy oldalazunk, akkor ez szintén eltarthat október elejéig. Hát ezt nem kívánja senki. Egyrészt azért, mert mindenki arra vár, hogy az altcoinok szépen ki fognak törni, és mindenkinek gyönyörű profitot fognak csinálni. Igen, nem, csak az altcoinok még ettől messze vannak egyelőre. És, és hát van egy rossz hírem, hogy a, a grafikont nem mi rajzoljuk, hanem valószínűleg a Wall Street, meg a nagy tőkések. Őnekik meg van idejük. És ezt a gyönyörű oldalazó időszakot ők kihasználják arra, hogy rengeteg pénzt csináljanak. Hát idézőjelben rengeteg, ugye nagy pénzzel az rengetegnek számít, de éves szinten mondjuk egy 15%-ot tudnak csinálni abból, ami jelenleg is zajlik, hogy a bitcoint például sortolják, de viszont spoton megvásárolják. Ugye erről több ilyen hír, meg elemzés is kikerült, és ők ebből csinálnak, hogy tulajdonképpen funding fee fizetnek azok, akik benne vannak ezekbe a trédekbe, és ezekből a funding fee csinálnak éves szinten egy 15%-ot, ami nekünk ugye nem tűnik soknak, de ők ezt nagyon sok pénzzel csinálják, és őket különösen nem érdekli az árfolyam. Minket meg nagyon érdekel. Szabad ne feled, ilyet okay. még nem csináltunk. Megígértem uh, egy, egy dolgot. Úgy képzeljétek el, hogy Ilyen rövid idő alatt eljött már az a, az a mm, fantasztikus pillanat, hogy kettő pulzerünk éppen most, ezen a napon, ebben az órában, mondja ki egymásnak a... 6 óra 20 perc. Így van, az igent. Úgyhogy, ha megengeditek ennyi személyeset, ö, ilyen tudtunkkal még nem történt, de eljutott hozzánk az információ, hogy Ádám és Dius külön-külön kettő pulzerünk. Nem a pulz által ismerkedtek meg, de nekünk akkor is nagyon nagy büszkeség, ők egy alkotnak, és a mai naptól férj és feleség, úgyhogy innen üzenünk az egész cég nevében sok boldogságot és sok örömöt, és sok-sok minden jót kívánunk nektek. Vissza a, a piacra. Majd fiatalok. Fiatalok. Vissza a piaci elemzéshez. Akkor zökkenjünk vissza. Zökkenjünk vissza. Igen, tehát itt most, ha azt látjuk, hogy megpróbálta ezt a, ugye ebbe a range-be mozog, ebbe a 109 napos range jelenleg, mondjuk 58 ezer és 72 ezer, dollár között az árfolyam, mindenki azt várja, hogy elhagyjuk ezt a 73 ezre zónát, vagy 72 000-re zónát, és akkor elindulunk fölfele. Látjuk, hogy ezt a felső vonalat már többször megpróbálta áttörni, és valószínűsítjük azt, hogy ez, ez hamarosan el is fog jönni, hogy áttöri, Nyilván, mi kell ehhez, és ez a nagy kérdés, hogy mi kell ahhoz, hogy, hogy áttörje ezt a, ezt az ellenállási zónát? Hát ehhez több dolog ö, ö, kellhet. Igazából kellenek olyan pozitív események, pozitív hírek, amik azt a nagy ellenállást áttörik. Ilyenek lehetnek például az, hogy ugye tudjuk, hogy a viscount nyugdíj alap ők vásároltak bitcoint és ez csak egy államban történt meg, hogyha a többi államban lévő nyugdíj fölkapja a fejét, hogy őket beelőzték és elkezdenek vásárolni, az olyan vásárlói nyomást helyez a, a, piacra, hogy simán áttörik, és elindulhat egy, egy altcoin szezon, miután a bitcoin kitört és csinált egy 8-10 ezer dolláros gyertyát mondjuk egy nap. Vagy lehet, hogy Szaúd-Arábiába elkezdik átsúlyozni a, a pénzeket mondjuk bitcoinba, vagy például... Hát ami, ami a legvan, legvalószínűbb, az pedig az a kamatvágás, amire vár mindenki. Elméletileg ez ez júliusban megtörténhet. Ha ez megtörténik, akkor a kötvényekből át fognak uh, súlyozni. Magasabb kockázatú termékekbe, uh, bitcoinba, altcoinokba, meg másfajta részvényekbe, hatalmas tőkét. Valószínűleg ez ez elindíthatja majd a az altcoin szezont. Úgyhogy jelenleg ebbe az oldalazásba vagyunk, ez nagyon sokakat kifáraszt, mert már szeretnének nagyon gyorsan sok pénzt csinálni, és így nagyon sokan viszont elégetik. Megindul a piac, gyorsan ráfomóznak, bevásárolnak, visszakorigál a piac, megunják, belefáradnak, veszteséggel eladják, kiszállnak. Ami most éppen és, jelen időben is zajlik. És na, azt, mondják, azt mondják, majd visszajövök három hónap múlva. És itt kérném a másik ábrát, hogyha visszajössz három hónap múlva, Miről maradhatsz le. Aki például. Ez egy éves grafikon, a bitcoinnek a grafikonja. Az altcoinok -ok, némelyike sokkal rosszabbul néz ki, de megnézzük azt, hogy a bitcoinban gyakorlatilag egy éves ciklus alatt volt 15-20 olyan nap, amikor azt mondhatjuk, hogy ez szuper volt, nagy zöld gyártyák vannak, hatalmas emelkedések voltak. Igen ám, de mi van a többi 340 nappal? A többi 340 napban oldalazik, vagy esik a piac. Hm. Mi van, hogyha ebből a 20 napból maradunk ki abba az épe? Akkor gyakorlatilag a következő bika, bika, ciklusig, vagy bika piacig várhatunk, amíg újra eljönnek ezek a zöld napok. Úgyhogy eléggé nehéz azt mondani, hogy mindent pontosan jól lehet a megfelelő időben vásárolni és a megfelelő időben eladni. Úgyhogy ezért csináltuk azt, hogy átálltunk egy másfajta kereskedésre. Az eredményeink vissza fogják tükrözni, és már el is kezdték visszatükrözni, hogy jó úton haladunk. Kockázatosabbnak, nem kockázatosabb, mint amikor csak spoton csináltuk a kereskedést. Most másfajta kereskedéseket is leteszteltünk tavaly augusztus óta és ezek jól bizonyítottak. Azt mondjuk, hogy ezek ilyen több kereskedések, mert többféle stratégiát gyújtunk össze. Ennek egy lebutított változattal majd a robotba is megtalálható lesz, ami felhasználó barát lesz, de jelenleg azt, amit mi csinálunk, azt nem tudjuk kiadni, mert... Ez nem tud kimenni publikusba, mert annyira összetett tényleg sok év munkája a, teljes csapat Hozzáadott értéke benne van, ahogy mondtuk nektek az előző webináriumban, tavaly augusztus óta zajlik a fejlesztés. Ebből adódóan is jöttek kérdések, és ahogy láttátok, voltak pici akadályok, amiket le kellett dolgoznunk. Igen. De ez tényleg egy annyira összetett kérdés, amivel kapcsolatban már nem tudunk információt tenni, hiszen egyébként is az alapfelállás az, hogy ránk bíztátok a know-how-t mi csináljuk a kereskedés részét, a mi vállalásunk az NFT értékek háromszorozódással a legbiztonságosabb keretek között a lehető leghamarabb. Ezért vállaltunk felelősséget, hogy ezt, ezt, teljesítjük, azt, hogy ezt milyen eszközökkel, milyen stratégiával, ez nyilván a mi know how és a mi felelősségünk, hogy ezt jól csináljuk. És hát ezért is volt olyan napunk, ami nullás volt. Na most erre csak egy, egy gondolatot visszatérni, mert ugye sokaknak volt a kérdése, hogy mitől lett az a nap nullás. Ezzel kapcsolatban annyit mondanék, hogy egy kereskedés az nem 24 órás. Csak nekünk 24 órás lezárásaink és vállalásaink vannak, hogy a transzparencia miatt mi 24 óránként az eredményeket ki fogjuk kommunikálni. Ez is változik, nem éjfélkor lesznek az újra hanem 4 órakor, hajnal 4 órakor. Jó, ebbe is van változás, hogyha valaki éjjel egykor ül a gép előtt, nem ne fogja azt látni, meg. igen, amit eddig látott, négy órától vagy 5 órától fogja látni majd az új friss eredményeket. De, tehát egy, egy kereskedés, nem zárunk le 24 órára, vagy 24 óra után azért, mert ki kell számolni, hanem csak egy pillanatnyi képet készít el nekünk a rendszer arról, hogy hol tart a kereskedés, Itt mennyi a bónuszokat van. tudunk kiosztani, de a kereskedés az heteken át, hónapokon át tart, és, és nincs ebben megállás. Tehát igazából ti naponta csak egy ilyen pillanatképet kaptok arról, hogy hol tart éppen a, az adott kereskedés. Azokat a bónuszokat ki is osztjuk automatán. Így van, Én. és hogyha az éppen egy nullás napot mutat, az nem azt jelenti, hogy, hogy nem csinált a robot profitot, vagy nem csinált, nem realizált eredményt, hanem azt jelenti, hogy ez pár napon belül, amikor azok a kereskedések tényleg lezáródnak, akkor realizálódnak. Most, így, most sokkal inkább ö, valós az, amit mindig is kértünk tőletek, ezt továbbra is ö, így tekintsetek az eredményekre, hogy a napi bónusz jóváírás az azért van, hogy mi minden nap meg tudjuk mutatni, hogy éppen abban a pillanatban hol járunk. Ezt mi annak idején vállaltuk, ezen nem fogunk változtatni. Nagyon sok cég mahinál egy hétig nem közöl eredményeket, egy hónapig nem közöl eredményeket, és közben van lehetősége hozzányúlni a dolghoz. Mi 24 óránként jelentést adunk nektek, ezt láthatjátok is a, a balanszotokban, megelkezik a addig megtermelt bónusz ráta hozzátok, de a pulz eredményeire érdemes minimum heti, de leginkább havi bontásban rá nézni, mert el lehet összmötölni a számokkal napi szinten, de ahogy mondtam nektek, most is júniusban ilyen piaci körülmények között is bruttó 3,5 nál járunk, körülbelül a hónap egyharmadánál, illetve a napokban ö, pillantottam rá, ha jól emlékszem, indulástól számítva, kb. 7%-os havi kiosztásnál járunk. Én azt gondolom, hogy ez teljes messzélességgel vállalható, és, és igazán büszkék lehetünk el az eredményre. Azok is vagyunk, nem elégszünk meg, megyünk tovább, de azért teljesen más, hogyha innen közelítve nézitek az eredményeinket. Mi továbbra is azt mondjuk, hogy ezekre így érdemes ránézni, mert a a tőzsde nem vár meg minket, ez egy 24 órás tőzsde. A mostani kereskedéseink még összetettebb több kereskedés összeadva Igen. adja ki az eredményt. Nem fog igazodni a 24 órás etapokhoz. És ha jól tudom, jelenleg 96 párral kereskedünk, tehát megemeltük a kereskedési pároknak a számát, és itt már gyakorlatilag ugye nagyobb biztonságot ad az, hogyha több párral fogunk kereskedni, ez egy pozitív dolog lesz ebben a, a történetben. Továbbra is ki fogjuk kommunikálni, hogy milyen párokkal kereskedünk egy perces Igen. Viszont leveszik azokat a számokat, amik megtévesztőek lehetnek, hogy például egyik, egyik robot csinált 6000 dollárt, a másik 20 dollárt, a harmadik nem csinált semmit. És akkor állandóan jönnek a kérdések, hogy ez miért így van, az miért úgy van. Gyakorlatilag részletekről ez szerintem nem releváns, hogy ez, ez miért így van, miért úgy van, nincs jelentősége. A napi eredményt úgy is látják. A napi eredményben is meg fognak ezek az eredmények jelenni, de az, hogy most az egyik mennyit csinált, másik mennyit csinált, igazából ezek pillanatképek. Ezt nem veszük le, mert ez nem informatív, igazából félrevezető. Azt a fajta transzparenciát nem tudja ez a bonyolult kereskedés már átadni, mint annak idején induláskor ezt kitettük és oda megmutattuk. Úgyhogy ez egy egyébként is nagyon fontos hangsúlyozni, hogy nem a napi százalékot tettünk vállalást, hanem arra, hogy minél hamarabb, a lehető legbiztonságosabb körülmények között ki az nft tek értékét. Innen innen indul. Minden ide tart, minden ebből indul ki, és minden ide érkezik meg. A napi százalékok azok a részeredmények, abból, abból lehet következtetni, tehát itt látjátok, hogy milyen a kriptopiac, szeszélyes, és kiszámíthatatlan. Igen. Ez Jó? Fontos, Tehát jól... havi eredményeinket tekintve mérlegeljetek, és, és nézzétek meg, hogy, hogy mi, mi, milyen eredménnyel dolgozunk. Szerintem ennyi a témáról. még Még, még, még annyit szerettem volna kérdezni, hogy nagyon sokat amerikai elnök Most is történtek olyan dolgok, ami abban az irányba viheti a dolgot, hogy talán most már mindkét oldalnak fontos kicsit a kriptós társadalmat is pozitívan megszólítani, nem csak az egyik oldalnak. Én úgy tudom, Biden 44 millió embert köpött szemben azzal, hogy eltörölte a, a benyújtott javaslatot a kriptotörvényre. Uh -huh. Trump támogatja, Biden nem. 44 milliós kriptós közösség van az Egyesült Államokban. Igen. És az, az viszont elég sok. Az szóval. komoly. Azért az komoly lopé. Vannak 350 millió körülbelül, és annak több mint a 10% a kriptóhoz. Az egy jó százalék, igen. Jó. De igen. egyébként ez, ez szintén a választások előtt kellenek az eredményekkel, a kampányhoz a kriptó, úgyhogy ez egy érdekes dolog lesz. Ugye november 4-én lesz. Um, annyi egy háttérinfó, hogy nagyon sokan opciók, kereskedés nyitottak bitcoinra. 105 ezer dollárt szeretni, uh, vizionáltak szeptemberre. Szeptember 16-ára, akkor jár le az opció, ha jól tudom és és hát ö, nagy tételbe fogadnak arra, hogy szeptemberig megüti a 100, 100 ezer dollárt. Hm. Igen, egyre többet kapok olyan riasztásokat, vagy információkat, hogy a nagy bánák is longokat jutnak most már ide inkább, úgyhogy meglátjuk. Azért a nyári időszakban vagyunk, ne felejtsük el. Mondanánk uborka szezon lesz, de kriptóban nem lesz most ebbe az évben uborka szezon, áll után vagyunk, Háború ide, háború oda, kamatcsökkentések, választások, elég izgalmas lesz valószínűleg. A tegnapi FED bejelentés hogyan érintett minket? A tegnapi Fed bejelentés, ugye a délután volt a CPI bejelentés, ez a fogyasztói árindexet jelenti, az, az Egyesült Államokban az egész jól alakult, meglódult a piac földfelel, mindenki elkezdett vásárolni, majd jött a Jerem Pavel, este bejelentette, hogy még igazából <laughs> Nincs ő se tudja, és nem fogja megmondani, hogy mikor lesz kamatcsökkentés, és szépen lerántotta a piacot, és nagyon sokan égettek el egy csomó pénzt. Igen. Úgyhogy jelenleg most bizonytalan a piac, igen, megyünk előre. Mi kereskedünk? Nekünk az a dolgunk, hogy minden piaci körülményre tudjunk megfelelő választ adni a kereskedéseinkkel, és ahogy nem győzünk hangsúlyozni, ahogy mondtuk nektek, hogy az új stratégiával jövünk elő, azért annak bőven látszik, bőven látszik az eredménye, így június első napjaitól számítva. Milyen a piac az elmúlt két hónaphoz képest, nem mondhatjuk, hogy jobb. Gyakorlatilag ugyanott vagyunk, egy helybe topogunk. Egy csibecsőre, egy nyelő. Igen, körülbelül. körülbelül. Az NFT kisokossal beszéltünk, akkor következzen az, hogy mi várható a közeljövőben. Volt egy poszt sorozatunk, ott szavaztátok meg, ez csak utólag visszatekintve, hogy csak szólunk, sorozatunk volt. Amit azért hoztunk létre, hogy felhívjuk a figyelmeteket, hogy Bika piac idején nagyon sok scam projekt ö, születik, nagyon sokan pályáznak a, a pénzétekre, nagyon sokan rajzolnak gyönyörű számokat, és, és rajzolnak csillámporos képeket. Ezekkel nagyon vigyázzatok, ezért hoztuk létre a Csak szólunkat, hogy felhívjuk a figyelmeket egy poszttal, hogy mik azok a red amik amik messziről mutatják, hogyha egy projekt nem közös terve van veletek, hanem a pénzeteket levadászik. És ennek a csak szólunk sorozatnak volt az egyik ilyen bejegyzése, ahol meséltük, vagy megmutattuk azt, hogy egy piaci alatt nagyon sokan azt gondolják, hogy meredeken megyünk fölfele szélsebesen, de ahogy a Peti bemutatta az ábrán, ez körülbelül éves szinten, néhány alkalom, néhány nap, tehát összességében 10-15 nap. Erről nem érdemes nem maradni, ezért nem ö, szabad olyan szempontból mérlegelni, hogy mikor kezdjem el a, a kriptopályafutásomat, mikor lépjek be, mikor van beszálló, van olyan, hogy jó beszálló? Mindig van jó beszálló, csak az a kérdés, hogy fölfele vagy lefele. Igen. A Pulse tekintetében, <laughs> ahogy látjátok, el. ki van dokumentálva minden napunk, minden számunk, most az új valetri Designnal követhető lett még inkább az összes valetetekben történő históriás adat, úgyhogy ezzel még inkább azt szeretnénk, hogy tisztán, átláthatóan lássátok, hogy mi történt azóta, mióta elkezdtetek pulzerek lenni. No, mi várható a közeljövőben? Lesz egy rendezvényünk. Július 17-én, szerdán az is eldölt, hogy hol, ez a Mystery Hotelben lesz a Podmanicki úton, Hamarosan fog érkezni ezzel kapcsolatban egy poszt, amiben részletesen beszámolunk a pontos időről, a pontos dátumról, a pontos helyszínről. Hogyan kell ezt elképzelni? Mi már nagyon várjuk, nagyon, nagyon, várjuk, nagyon sokat készülünk rá. Ez lesz az első alkalom, hogy személyesen tudjunk találkozni a nagy közösségünkkel. 130 fő a befogadó a, a rendezvényteremnek. Délutáni alkalommal megérkeztek a szállodába, ott welcome drinkkel fogadunk titeket, és welcome falatokkal, igyekszünk mi is ö, ö, kimenni és ö, beszélgetni, hogy el tudjatok minket csípni, tudjatok kérdezni tőlünk. Aztán a rendezvényen szeretnénk sok, inkább sok kisebb etapban megmutatni azt, hogy mik a terveink, mi várható a közeljövőben, lesznek nagy bejelentések. Nagyon készülünk erre, hogy ott tudjunk személyesen találkozni, számunkra ez egy nagyon jó alkalom. A jegyértékesítés hamarosan elindul, ezzel kapcsolatban teszünk majd ki információkat időben, annyit előzetesen, hogy lesznek early bird jegyek, és amilyen, ahogy közeledünk a rendezvényhez, úgy drágulnak majd a jegyek, úgyhogy érdemes az elején lecsapni. Már csak azért is, mert ahogy az elején mondtam, több mint 12 ezeren vagyunk, és a terembefogadó képessége csak 130-as, Azért választottuk ezt a helyet, mert színvonalában, megközelítésében is, és mindenben ez az, ami azt gondolom, hogy a a hoz a cégünkhöz nagyon jól passzol. Úgyhogy július 17-e, Save the Date, találkozunk. Ahogy mondtam, ez egy szerdai nap. Igyekeztünk a szerdát belőni, hogy aki balatonozik hétvégén, annak ne kelljen átszerveznie. Lesz egy nyereményjátékunk. Nagyon boldogok vagyunk, hogy ilyen sikeresen át tudtunk állni az új uh, bottal kapcsolatban. Ahogy Peti is mondta, ez jelenleg a Tradency felületén nem elérhető. Ez az első bot, amivel úgy kereskedünk, hogy ez a tradency a havi előfizetéssel nem elérhető. Ez, ez, nagyon egyszerű oka van, ahogy Peti is említette, ez egy annyira összetett és bonyolult rendszer, amit kitaláltak a zseniális uh, kollégáink, tédreink, hogy ezt nem tudjuk a piacra bocsájtani, de készül belőle egy felhasználó barát ö, ö, variáció, és azt fogjátok tudni majd használni, ez reményeink szerint a nyár végére elkészül. Lesz egy nyereményjátékunk, hogy megünnepeljük a, a sikeres átállást, ez pedig arról fog szólni, ö, hogy aki most rendelkezik minimum 100 USDT aktív NFT-vel, és behív legalább három új ügyfelet a rendszerben, három új pulzert tud felmutatni, akiknek szintén van egyenként 100 USD-t és aktív NFT-je, akkor a sorsoláson részt vesznek külön azok, akik újonnan bejöttek, és külön az is, aki meghívta őket, és ezt ahányszor megcsináljátok ezt a promóciót, annyiszor kerültök bele be a digitális kalaba, és ott a rendezvényen fogunk kisorsolni egy-egy nyertest, a nyereményük pedig egy 20x-es DEX NFT lesz. Mindenről, amit itt beszélgetünk most, a rendezvényről, a nyereményjátékról, ezekről az információkról mennek ki posztok is, és hamarosan fog érkezni hozzátok egy hírlevél is, abban is összefoglaljuk ezeket. Nos, amit még szerettünk volna bejelenteni, hogy ősszel Dubajba invitálunk titeket, a ranking a háttérben folyamatosan dübörög, folyamatosan kapjuk az értesítést az új kvalifikáltakról, az új emberkékről, akik már szintet léptek, az új felhasználóinkról, akik szintet léptek. Mi ennek nagyon örülünk, nagyon jól ki lett találva a modell, ez a ranking ez azért is nagyon zseniális, mert ez egy nem egy üres pénzhajház rendszer, ez arról szól, hogy egyrészt megmutatja, hogy hogy építs fel a csapatodat, hogyha te affiliate-ben gondolkodol, tehát megmutatja a módját, hogy szépen hogyan építs fel a csapatodat. Másrészt, amint eléred ezeket a szinteket, azokat a passzív jövedelmekkel te onnantól kezdve folyamatosan tudsz már számolni. Mind a mellett, hogy tárgyi nyeremények, utazások is járnak hozzá, ugyanúgy ranking NFT-ket is írunk jóvá nektek, de mind a mellett ö, folyamatosan biztosít nektek a háttérben passzív jövedelmet. Ezért mondom, hogy nem üres Rendszert építettünk fel, hanem az egész úgy van kitalálva, hogy onnantól kezdve azt minimum azt a szintet már belőheted magadnak, ahogy itt szoktuk egymás között mondani, egy olyan rendszert alkottunk meg, és nagyon sokat köszönhetően First lady hogy itt nem csak megkapod a nyereményautót, hanem bőven lesz pénzed megtankolni is mert hogy ennek az ellenpéldáját azért tapasztaltuk az elmúlt években, vagy láttuk már ilyet az elmúlt években. Úgyhogy Dubajba invitálunk titeket az őszem, szeptember 30-ig fog tartani a, az a kvalifikációnak az a része, akkor fogjuk lezárni ezt az elismerést, és valamikor az ősz folyamán hozzuk majd a részleteket, de valamikor az ősz folyamán fogunk elmenni, visszük az új PTL-eket és az LPTL-eket magunkkal, úgy, hogy mi már kitapostuk az utat, tavasszal Voltunk az első ö, partnerekkel Dubajban, úgyhogy ezekkel a tapasztalatokkal felvér, felvértezve, ahogy látjátok, a képeket a, a posztjainkban zseniális programokkal és ö, fantasztikus tartalommal várunk majd titeket. Ehhez minden segítség a rendelkezésetekre áll, bármire szükségetek van, a felső vonalattól, a meghívótól tudtok segítséget kérni, illetve nem győzöm hangsúlyozni, hogy az applikációban a hasznos anyagok fül alatt a Useful materials nagyon sok animációt és videót tettünk fel az elmúlt időszakban, hogy segítsük a munkátokat. No, még egy infó, még el nem felejtem, aztán mehetünk a kérdezfelelekre. Időben hogy állunk? 18.44, nagyon jó. A következő webinárium, ugye az elején elindítottuk azt, hogy minden hónap első csütörtökén webináriumozunk. Legutóbb azt hiszem, hogy Dubajnak köszönhetően csúsztunk egy kicsit. Most ö, volt egy kis ö, ö, betegség, és ö, megváltuk, hogy a, az új stratégia szépen betagozódjon, ezért tettük erre a hétre a webináriumot. Következő hónapban, július 11-én tudunk találkozni, ott pedig a, a szabadságolások, utazások, időföldi utak fognak egy kicsit vele szőni, úgyhogy nem július 4, hanem július 11. Tudjuk, hogy nagyon sokan előre ö, készültök erre, milyennek nagyon örülünk, de fontos, hogy július 11-én számítsatok akkor a legközelebbi webináriumra. És akkor szerintem mehetünk a kérdezfelelekre. Rekintom. És a kiháromszorozott NFT értéke beleszámított a további bónusz kiosztásokba, vagy az kuka? Igen, erről beszéltünk már többször, nagyon szívesen elismételjük, hogy azok az nft k amik bemaradnak a rendszerben a kiháromszorozás után, azok ugyanúgy hozzájárulnak a napi eredményhez, és azok vannak szétosztva a jól ismert módon 60-25-15. Oké? Okay. Még eszembe jutott egyébként menet közben, hogy az NFT kisokosnál egy dolgot kötöttek még a lelkemre, hogy még egyszer ismétlésképpen mondjam el, hogy hogyan állnak sorrendben az NFT-k, amikor kiháromszorozódnak. Tehát az hát ez úgy néz ki, hogy mindig a legkisebb értékű NFT sorolódik előre. Ez jelen esetben az 50 USD, usd és NFT, ha az kipörgött, kiháromszorozódott és closed módba került, és megvásárolta önmagát, akkor az értelemszerűen az 50 USDT és kezd el megint kiháromszorozódni. Ha nincsen auto renew, hanem sorban nézi a következőt, akkor előre veszi a bónusz NFT-ket a rendszer, legyen ez akár most ranking bónusz, vagy korábban vásárolt bónusz NFT, vagy pedig az értéket nézi. Tehát, hogy az 50 USDT és NFT kiháromszorozódott, és utána a legkisebb értékű a 100 USDT is, akkor a 100 USDT is kezd el háromszorozódni, és a tárcádon lévő teljes NFT érték kereskedése utáni bónuszok íródnak fel erre az NFT-re. Tehát például a kokáért, hogyha van egy 50 USDT és egy 100-as és egy ezresed, akkor 1150 összértékű napi kereskedés bónusza íródik az 50-es NFT-re. A teljes érték dolgozik, teljes aktív NFT-k értéke dolgozik, az egy runningra íródik jóvá. Most, amiket reményeink szerint már egy, sőt, amit már egyre többen kapnak most ranking NFT-ket, azok úgy néznek ki, hogy azok is nullás súlyozásúak, bármekkora az értéke, második helyre besorolódik, ami most éppen fut NFT, az kiháromszorozódik, és amikor kiháromszorozódott, még hogyha autóri nyújt vásárol, akkor is második, ö, első helyre felugrik a ranking nft d hogy az is szépen ki tudjon háromszorozódni. Érthető volt? Hát szerintem. Lesz. <laughs> Mondtad volna, hogy nem. Ha bármi kérdésetek marad, supportgugatspools.com, írjatok nekünk, napon belül válaszolunk, is, és, 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 tudtok ott velünk kommunikálni. A kiutalás is fog menni a Wallet Igen. Igen, annyi különösszetet titkot elállhatok, hogy jelenleg a vidro funkciót tesztelik a fejlesztőink, tehát tényleg az utolsó státuszban vagyunk már. Ez egy, ez egy szenzitív dolog, itt Itt mindennek a helyén kell lenni, itt minden uh, cím, elindított uh, összeg a megfelelő címre kell, hogy megérkezzen, úgyhogy ezt nézzétek el, hogy ez tényleg akkor kerülhet ki, hogyha 110%-osan működik, de jelenleg a vidro-vidro uh, funkciót tesztelik a, a fejlesztőink. Na ezt kellene lefejleszteni, hogy 55 dollár esetén automatikusan vegyen egy NFT-t. Igen, itt tudom, mire gondol a, a felhasználónk. Ezt meghagytuk szabad döntésnek a, 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 a púlzereinknek. Tehát itt arra gondol a, a felhasználónk, ezt már, ezt már beszéltük egy párszor, hogy az autó Renew akkor vásárol újra, amikor kiháromszorozódott. De vannak olyan felhasználóink, akik azt szeretnék, hogy amikor már minimum 55 USDT összegyűlik a, a balanszába, akkor a rendszer vásárolja be, és vásároljon NFT-t. Ezt mi egyelőre leszavaztuk, mégpedig azért, hogy mindenki magának eldönthesse, hogy ezt manuálisan kettő kattintással megvásárolja, vagy pedig rendelkezésre álljon az az összeg, és ki e, utalja magának. Úgyhogy egyelőre ez a funkció az nincsen a tervek között. Ugyanezt mondtam én is, elképzelésem sincs, hogy miért nem kap ez a prioritást, ami lényeg lenne ezt az előbb pont így össze, nem elvastam ezt a kérdést, de, de, pont erre tértem ki, hogy a szabad választás okán ezt mi nem tettük bele ezt a funkciót, az autó rinyó újravásáról, minden más esetben pedig kettő kattintás, igazából ha hetente, havonta belenéztek az applikációtokba, meg lehet nézni, hogy hogy áll a balansz, és lehet újat vásárolni. A kommunikáció, ott ö, beszéltük azt a chat funkciót, ezt a legközelebbi webináriumon fogunk erről mesélni, hogy hol tart a dolog. Jelenleg a fejlesztőinket jócskán le, ö, leterheltük mindenfajta feladattal. Ö, mi előrébb most ezt a Ballet redesign hogy tisztán lássátok, hogy a balanszban hogy történik az USD, USDT mozgás. Miki szuper vagy, szerintünk is akkor ennyi erővel az NFT megújítás is felesleges. Az autóri nyug? Nem. Az egyiket nyitva hagytuk, a másikat becsuktuk. Következő zelet érdekes. Igen? Azt mondja a Tula? <túlva> Új strat egyébként tök jó, meglátszik a hatása. Köszönjük szépen össze-vissza hozzá a jutalékokat, igen. A lényeg az könnyebb, hogy hozza. Ne vigye, hozza. Ha össze, akkor össze. Ha vissza, vissza, csak hozza. Azért mondta Tamás is, hogy ezt heti bontásban érdemesed nézni. Minimum heti, de inkább havi. igen. Úgyhogy nem, erre nem kell ráparázni. Igen. Évek lesznek a számok. Úgyhogy... Össze-vissza hozza, úgy, ahogy a piac viselkedik. Tehát hát, próbáljuk a... szemléltetni, hogy van egy rendszer, egy zseniális rendszerünk, a botunk, a TNSZ botunk, ő elmegy a piacra, és a piac meghatározza neki, hogy milyen feltételek vannak éppen az nap, abban a 24 órában. Tehát, hogy higgyétek el, ez, ez adja a valódiságát, hogy össze-vissza hozza a jutalékokat. Igen. Még mondhatnám is, hogy ez, ez, így valós, és ez így reális. Váó, gratulálok nekik. Jó. Nagyon sok boldogságot. Ja, ez akkor volt, amikor bejelentettük, igen. Tavaly jobbak is voltak a hozamok, így van. Lesznek majd még ennél is jobbak. De nem értem, hogy ez hogy jön ide egyébként, a tavalyabbak voltak a hazamak, pont, igen. No, 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 no. Olyan vállalkozást láttatok egyébként, aminek van főszezona, meg holt szezonja? Tehát én azt gondolom, hogy egy vállalkozás az pont arról szól, hogy vannak ilyen időszakok, meg olyan időszakok. Nekünk az a dolgunk, hogy a lehető legtöbbet ki tudjunk hozni abból, amit a piac ad. Átmentetek rádiósba, átmentünk rádiósba, elnézést és majd a figyelünk. A 12 kereskedésben látható bónuszok nem lezárt, ne és realizált bónuszokat mutatnak, ha jól értem. Tehát az emberek ne spekuláljanak ezek láttán. Igen, és erre mondtuk azt, hogy gyakorlatilag téves következtetéseket lehet levonni azokból az összegekből, amik megjelennek a kereskedések között. És ezért ezt le is veszük, mert igazából félreérthető. Egyrészt azt hogy nem tudjuk transzparensen uh, mutatni, mert ugye egy API kulcson keresztül jön az info, nincsen semmi uh, simlizés, beleszólás, uh, vakítás, hanem egy az egyben API-ban jön az info, de ezek már inkább félrevezetőek, mint informatívak. Engem én nem érdekel, nagyon sok az anomália, nem merek embereket hívni. Ez az te személyes döntésed, hogyha ez a havi 6%- elrettentő, akkor ez mindenki saját magának döntse el. Egyébként is mondtuk, hogy az FLI-t az olyan lehetőség. Csak a havi nettó hozamot nézem, és április máros az előző időszakhoz képest a fejlesztések ellenére jóval gyengébb a hozam. Ha úgy veszük, valóban meglátszik a fejlesztések eredménye, csak épp negatív irány van. Egy dolgot szeretnék csak hozzátenni, hogy júniustól működik az új botunk, úgyhogy az április-májushoz képest pont minket igazol ahol mindig minden csoda szép, ott általában valami nem stimmel. 3x a vállalás. Igen, azért az előbb is két mondatot ezt is pont ezt hangsúlyoztam, hogy nézzétek meg, ez adja a rendszer valódiságát. Itt nincsenek manírok, nincsenek trükközések, valódi számok és valódi kereskedés a háttérben. Pont annyira vagyunk volatilisak, mint a piac. De viszont elég valódiak vagyunk. De elég valódiak. Júliusban tudunk találkozni, és nagyon jókat beszélgetni. Sziasztok a cset és a hozzászólók sok mennyire volt jó ötlet, mint ha egy aktív admin dolgozna. Az az igazság, hogy rengeteg energiánkat elvette, folyamatos ismétlődő kérdések, szituációk voltak, és felemészti az összes energiánkat. Ráadásul, mint ahogy látjátok, nagyon nagy szenvedéllyel és büszkén dolgozunk a terméken. Ez nagyon sokszor nem engedte azt, hogy a pozitív dolgokat is meg tudjuk élni mióta levettük a hozzászólásokat, ugyanúgy megvan a kommunikáció, ugyanúgy tudtok nekünk írni, csak nem emészti fel az időnket, hogy 0-24 órában mindig van 12 ezer ember, vagy egy picike százalék, egy hangos kisebbség, hogy szokták ezt mondani, aki, 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 felénk ventilálja ki az egyébként szerintem máshol megtapasztalt negatív dolgokat. az a baj, hogy megrontja a légkört is, tehát hogyha akarunk egy közösséget építeni, ha szeretnénk egy csapat lenni, ha szeretnénk együtt utazni, akkor, akkor nem érgezzük már egymás lelkét. Igen, és ráadásul van ennek egy olyan pszichológiája, hogy amikor ezzel valahány száz ember látja az én beírásomat, akkor mindenki máshogy ventilál, mint mikor van egy lehetőség, hogy írjanak, segítséget kérjenek, megkérdezzék, hogy ez miért így történt, miért úgy történt. Teljesen más az egész kommunikáció, és sokkal inkább mutató és hasznos. Ezzel nekünk számolni kell. Ha csináltatok már valami hasonlót, vagy csak megnézitek egyébként, hogy milyen hozzászólások szoktak lenni egyéb ö, cégek, ö, ismert emberek bejegyzésén, akkor látjátok, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon sok időt elmaradt tőlünk, mi, szerint, mi meg szeretünk dolgozni, de azzal, ami mutató, nem az, ami erről szól. Az új kereskedő robot jelenleg akkor jóval függetlenebb a piaci ingadozáshoz képest. E, igen, ez kijelenthető, hogy ezen dolgoztunk, hogy ö, kevésbé legyen érzékeny. Ezt nagyon-nagyon Attila írta nekünk. Köszönjük ezt a hozzáértő beírást. Ha összevetitek az áprilisi-májusi piaci mozgásokat, meg a mostanit, túl nagy különbség nincsen. Számomra mi többet tudtunk kifacsolni, úgyhogy a kockázatot nem kellett emelnünk, ami nekünk nagyon fontos. Gratulás, srácok! A piac elképesztő kirázós most. közt, hogy az új komplex bot ez frankon kezeli és csinál profitot. Igen, jó ez a kifejezés, hogy kirázós. kirázós. Igen, abszolút az ember a kis emberek kezéből szeretik kiráznia a saját kriptójukat, elveszíteni, elveszítetni a lelkesedésüket, és erre kiváló alkalom a mostani, hogy most fölmegyünk, lemegyünk. Igen. Megint föl, most akkor stockpot, nem stock, megveszem, eladom, akkor realizálok veszteségetek közben megint elindul, és az emberek lelke belefárad abba, hogy igazából nem ezt várták halving után. Nem ezt várták, nem ezért jöttek a kriptopiacra, hanem azért, hogy egy lambót vegyenek. De Igen. ez általában nem az elsődik a piacon szokott sikerülni, Igen. ezt elmondjuk mindenkinek. Igen. A második, harmadiknál már lehet lambót venni, csak az elsőben meg kell tanulni a játékszabályokat külkeményen. Most belegondolok, tegnap pár alatt kiütötték az összes lamb pozíciót, hogy aztán kiüssék az összes sortot. Én azt szoktam mondani, azokat a longokat vagy sortokat lehet ütni, amik túl vannak kötve. Uh -huh. Tehát, hogyha túl vannak kalibrálva ezek a pozíciók, akkor igen, nagyon hamar ki lehet ütni egy ilyen 5-10 százalékos ármozgással. Uh -huh. Jó. Ö, regisztráltak hány százalék a vásárolt NFT-t? Hát, ezt igazából már jó régen néztük, de szerintem olyan 60 százalék. Erről már egyszer beszélgettünk webináriumon, meg fogom ezt pontosan nézni, van még munkánk ezzel kapcsolatban. Ugye ebből az is benne van, hogy nagyon sokan úgy hívnak meg embereket, hogy két-három-négy mondatban összefoglalják a dolgot, gyere itt háromszorozzák a pénzedet, nem kell csinálnod semmit, nem tudom, két-három mondat, szup a regisztráció három gombnyomás, töttöröm, töttöröm, és már bent is van a felhasználó, és utána, amikor bent van, akkor utána tájékozódik és néz körül, hogy mi történik. Itt ezért készítünk nagyon sok segítanyagot, teszünk fel YouTube-ra, hogy, hogy segítsük a tájékozódást, a könnyebb értést, hiszen abban a, a, a szuper szerep, abban a szuper szerepkörben vagyunk, vagy abban a kényelmes vásonyszékben ülünk, hogy a rendszerünk úgy lett összerakva, hogy kiszámítható, logikus, könnyű megérteni a matekját és a logikáját, és ezt érdemes minél hamarabb átadni. Úgyhogy ezzel még van dolgunk, körülbelül szerintem 60%-a, aki aktív NFT tulajdonos. E-mailt is írtam, de itt is felteszem a kérdést, miért, miért mémkoinokkal kereskedtek, hisz az kockázatos? Mert már nem csak spoton kereskedünk, és erre, erre mondtuk azt, hogy igazából összetettebb most már a kereskedési stratégiánk, és a biztonságot az adja, hogyha nagyobb számban kereskedünk koinokkal, jobb eredményeket tudunk elérni vele. És, és nem érjük meg attól, hogy mémkoinokkal is kereskedjünk ebben a fajta kereskedési módban. Igen. Tehát a többi meg már igazából ilyen szakmai dolog. Igen, és akkor ke nagyon köszönjük az új valet felőtte, tök jó áttekinthető át, át, lett a pénzmozgás, Csaba, nagyon köszönjük. Nagyon jól kezeltétek, kezelitek a helyzeteket, nagyon büszke vagyok rátok, és örülök, hogy itt vagytok velük, mi is nagyon örülünk, hogy itt vagy velünk, Magdi. Köszönöm. Az utolsó 10 2 kereskedés funkciót visszahányítjátok. Jelenleg API hibát javítanak a fejlesztők, ez még mérlegelés alatt van, az biztos, hogy a a, a forgalmat, tehát a USDT kijelzést, azt kivesszük, de még itt házon belül mérlegelünk azzal kapcsolatban. Mi szeretjük ezt a funkciót, mert ez is transzparenciát ad nekünk, de hogyha. Ahogy, ahogy, eddig is mondtuk, hogy ha ez inkább már összezavaró, mint informális, akkor lehet, hogy le fogjuk venni, de, de ezen, még, ezen még, ezen még, ezen még dolgozunk. Egyelőre most a API hiba miatt, a API kommunikációs hiba miatt Én lett csak levéve átmenetileg. Végeztünk. Az, aki reggel a struktúránban, hogy tudok vele kommunikálni, hogy elinduljon a Jelenleg, hogyha, jelenleg, hogyha hozzád regisztrált, akkor ismered őt és, és megkeresed. Nincsen még most a chat funkcióval kapcsolatosan részletesebb információ. Ezzel legközelebb jövünk a webináriumra. Tehát akkor legközelebb mikor jövünk? Július, július 11-11. Mekkora profi rákérdezett? Köszönjük a figyelmeteket, örülünk, hogy itt voltatok velünk, és tudtunk uh, ma is beszámolni a, a dolgainkról. Uh, legkésőbb július 11-én találkozunk uh, itt a webináriumon, július 17-én pedig személyesen a Mystery Hotelben mennek ki információk, megyünk, hogy dolgozhassunk, fejlődhessünk, és hozzuk a számokat. Aki még nincsen a Telegramon, az iratkozzon föl a Telegramra, mert ott napi friss hírek vannak, akár több, több is, akár fejlesztésről, leállásról, újraindításról, új hírek. Mindenképpen nagyon hasznos, másrészt nézzétek ezeket a videókat, YouTube videókat, TikTokokat, és és vigyázzatok a csalókkal, mert másolnak minket. Igen. Köszönjük a figyelmet, szép estét, sziasztok. sziasztok! Amennyiben még nem vagy tagja a Pulsznak, akkor lent a videó alatt megtalálod a linket, amivel csatlakozhatsz ehhez a nagyszerű közösséghez. Ha nem szeretnél lemaradni hasonló tartalmakról, akkor iratkozz fel. Köszönöm a kitartó figyelmet, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!